Az előterjesztést Farkasréva Erzsébet polgármester nyújtotta be a testület elé. Indoklásában elmondta, az illegális bevándorlás rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban, hiszen az unió bevándorlás politikájának a lényege, hogy a különböző tagországok területén az egyre növekvő lakossági ellenállás ellenére is felső határ nélküli kvóták formájában helyezzenek el migránsokat. Hozzátette, olyan összehangolt, szervezeti intézkedési tervvel állunk szemben, melyet nem csak uniós vezetők, hanem olyan magyarországi csoportok is támogatnak, melyek a Soros György által megtestesített ideológiát képviselik. A városvezetője kiemelte, Makó, mint határközeli település, már a mindennapi életből jól ismeri az illegális migrációval járó társadalmi kockázatot. Ezért a képviselőtestület a 2016. február 10-i ülésén elfogadta a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló határozatot. Az október 2-ai népszavazáson pedig a makói polgárok az országos részvételt meghaladóan döntő többségében szintén megtagadták a kvóta érvényesítését. Farkasréva Erzsébet felhívta a képviselők figyelmét, az Európai Parlament tavaly nem csak a korlátlan szétosztásra irányuló javaslatról határozott, hanem arról is, hogy bevezetne egy úgynevezett szponzorizációs intézményt is, amely értelmében, ha egy civil szervezet elvállalja egy adott menedékkérő megsegítését, akkor annak székhelye szerinti országba történő áthelyezése előnyt élvezne. Makón úgy gondolom, hogy nincs szükség illegális bevándorlást támogató álkaritatív szervezetekre, hogyha nevezhetem így. Éppen most láthattuk a 2018. évi költségvetési tervezetünkben, amelyet ugye elfogadtunk, hogy van valódi civil támogatási rendszerünk, van valódi szociális támogatási rendszerünk, tehát ilyen álkaritatív szervezetekre nincs szükségünk. Így nem tudom támogatni a korlátlan betelepítést, illetve Soros terv gyakorlati megvalósítását sem tudom támogatni. Segítő szervezetek megjelenése ellentétes a városlakók érdekeivel, úgy gondolom. Török Miklós felszólalásában kiemelte, vannak olyan kifejezések az előterjesztett nyilatkozatban, amelyeket nem ért vagy nem tud értelmezni. Ilyen volt például az illegális bevándorlás és az azt támogató álkaritatív szervezetek, valamint a kötelező betelepítési kvóta definíciója. A DK-s képviselő ezekre sem az értelmező kézi szótárban, sem a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány dokumentumaiban nem lát rá. A jelenlévő képviselők közül azonban többen is a segítségére siettek. Török képviselőtársam változatlan Gyurcsány Ferenc makói hangja és a migráns simogató DK-s európai parlamenti képviselők hangja, hogy így mondjam, Niedermüller Péter és társai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Magyarországra migránsok kerüljenek. A magyar nép pedig ezt egyáltalán nem akarja. Természetesen, hogy nem akarja. Tudván tudjuk, hogy egyre komolyabb nyomás nehezedik a magyar kormányra. Legutóbb hallottuk ugye a belga miniszterelnököt, hogy júniusban az Európai Parlamentben a miniszterelnökök értekezletén mindenképpen köztül szeretnék vinni azt, hogy a tiltakozó országokba mégiscsak betelepítsenek. A vita folyamán több képviselő is egyetértett abban, hogy rendkívül nagy kockázatot jelent az illegális bevándorlók betelepítése, hiszen képtelenség kiszűrni közülük azokat, akik potenciális terrorveszélyt jelentenek Európára és így hazánkra nézve is. A közel másfél órás véleményütköztetés után Cirbus Gábor alpolgármester javaslatára a testület név szerint szavazott a Soros terv a korlátok nélküli kötelező kvóták alapján történő betelepítés és ennek végrehajtását segíteni kívánó bevándorlás szervező irodák működtetésének elutasításáról. Az MSZP-s Gáspár Sándor tartózkodása és a DK-s Török Miklós nem szavazata mellett a grémium végül elfogadta a nyilatkozatot.